Mezőtúr város önkormányzata fontosnak tartja a vízi adottságok kihasználását a városban. Második alkalommal rendeznek vízparti fiesztát, ahogyan a tavalyi esztendőben első alkalommal került megrendezésre, és gyarapodott a vízi sporteszközök száma is. Mit tudhatunk erről a napról? Nagyon fontosnak tartjuk azt a 2010-es munkán kezdete óta, hogy a turisztikai téren is fejlesztjük a települést, minél vonzóbbá tegyük Mezőtúrt a természetesen a helyi lakosság számára is, de számítunk a vidékről, vagy akár külföldről ide érkező vendégek megjelenésére is. Hát természetesen ez nagyon sokat kell tenni, hiszen elsősorban a szálláshelyek terén van mit fejlődnünk, de nem csak ezen a téren, hiszen a turisztikai attrakciók vonatkozásában is hát eléggé le vagyunk maradva. Természetesen ez nem keserít el bennünket. Az a dolgunk, hogy ezen a téren pályázati forrásokat, fejlesztéseket hozzunk ide Mezőtúrra, és ezáltal lehetőleg minél több eredményt tudjunk elérni. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy itt nem csak az önkormányzatnak kell ezen a téren erőfeszítéseket tennie, hanem mindenkinek, a vállalkozóknak, a gazdasági szférának, és ez látszik meg a mai napon is, hiszen a mai nap is egy összefogással jött létre, és nagyon fontosnak tartom, hogy már második alkalommal rendezzük meg ezt a rendezvényt, a vízparti fiesztát, és aztán majd a nemzeti ünnepünk alkalmával is számos értékes programot rendezünk meg itt a Hortobágy-Berettyó főcsatorna partján. Nagyon fontos az is, hogy az idei esztendőben már csak nem erre a két időpontra koncentrálunk, hanem folyamatosan szeretnénk valamit csinálni itt a vízpartján, kihasználni a lehetőségeinket. Nagyon örvendetes tény, most egy picit innen eltávolodva a Berettyótól, hogy nemrégiben ünnepélyes keretek között adtuk át a Turtői Holtágnál a Hercegasszony Hotelt, ami szintén jelentősen hozzájárulhat a térségünk, a településünk turisztikai vonzerejének a növeléséhez. Ezért mondom azt, hogy itt nem csak az önkormányzat erőfeszítései a fontosak és elégségesek, hanem mindenkinek meg kell mozdulnia. Én úgy gondolom, hogy a lehetőségeink jók lesznek a 14-20-as időszakban, és számos turisztikai beruházást szeretne az önkormányzat is megvalósítani, és hát számítunk a vállalkozói szféra közreműködésére is, és én úgy gondolom, hogy 4-5 év múlva majd azt fogjuk tudni mondani, hogy jelentőset léptünk előre, és Mezőtúron a turizmus is fel fog lendülni. Úgyhogy visszakanyarodva a mai programhoz, egy színes összeállítás várja az érdeklődőket, az apróságoktól kezdve, tehát az ifjúságon keresztül a felnőtteket, minden érdeklődőt várunk, nagyon jó programok lesznek. Én ajánlom mindenkinek, hogy látogasson ide a Hortobágy-Berettyó partjára. Az időjárás az csodálatos, én úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy az ide kilátogatók jól érezzék magukat, és Mezőtúron ismét történik valami, ami értéket teremt, a közösséget összekovácsolja. Második alkalommal rendeznek Mezőtúron vízparti fiesztát, és ezen a napon, illetve már a tegnapi napon is lehetőség volt sétahajózásra. Mit tudhatunk erről a sétahajóról? A sétahajó az megérkezett a tegnapi napon, ahogy mondtad is, és itt fog lenni egész nyáron, minden pénteken és minden szombaton. Ez a biztos időpontok. Pénteken valószínű, hogy délután, az esti órákban 18 órakor lesz egy indulásunk, szombatonként pedig 16 órától van az indulás minden egyes szombaton, minden egyes pénteken és minden egyes szombaton. A mai napon hányszor lesz lehetőség sétahajózni? A mai nap az egy különleges nap a vízparti fiesta miatt. A mai napon 11 órakor, most nem soká indulunk, 13-kor, 15-kor és 17 órakor is indulunk. Ha lesznek jelentkezők, akár még 19 órakor is el fogunk indulni. Hány fő befogadására alkalmas ez a sétahajó? Hányan sétahajózhatnak egyszerre? A maximális létszám az 70 fő, itt a külső részen körülbelül 45, belül pedig még a többi ember elfér. És milyen útvonalat fog bejárni ez a sétahajó? Itt a Mezőtúri kikötőből indulva, az árvízkapun áthaladva a 3-as körösig fogunk menni, ott megfordulunk és visszatérünk ugyanide a kikötőbe. Második alkalommal kerül megrendezésre a vízparti fiesta, és pályázati forrásnak köszönhetően újabb vízi eszközöket vehetnek birtokba a mezőtúriak, valamint azok, akik ellátogatnak ide a vízpartra. Mit tudhatunk ezekről a vízi eszközökről?
Üdvözöllek benneteket, szerencsés, mosolygós napot kívánok a nézőknek is. A vízi eszközök, amelyek ma a parton találhatók a múlt évi választékból, illetve a turisztikai szolgáltatás útján most már egy sétahajóból a hajózási társaságnak köszönhetően bővültek. Tehát a szolgáltatások listája a csoportos kirándulási lehetőségtől sétahajón keresztül a vízibiciklikig megtalálható. Tulajdonképpen a bérelhető eszközök közé, ami jelentős, az a kajak egyes túrakerültől a Kenu 4-es túrakenuig minden bérelhető. A vízibicikli, amely úgy néz ki, hogy ha 10 volna belőle is kevés lenne a mai szép napon, abból 2 darab áll rendelkezésre, fél órás használatra, és erre már előjegyzéseket veszünk föl, hiszen már délig majdnem foglaltak. Tulajdonképpen ilyen nyári napfényes verőfényes napon ez nem is csoda egyébként. És az igények úgy néz ki, hogy egyre nagyobbak a szolgáltatások és a lehetőségek iránt, ezért várunk még a délután az attrakciókhoz is sok-sok nézőt és gyermeket. Előre tekintünk picikét a nyárba, akkor van-e lehetőség kipróbálni ezeket a sporteszközöket, valamint lesz-e lehetőség sétahajózni? A sétahajózás ugye elsődlegesen a hajózási társaság dolga, de az egyesség alapján természetesen menetrendszerű közlekedés fog most már mezőtúrról indulni, amely az elmúlt 50 évben nem volt példa. Ez a közös összefogás eredménye, miként a kikötő megépítése is. Nyilván minden kikötőt lehet fejleszteni, mint ahogy ezt is, és minden évben igyekszünk is hozzátenni valamit. Jelenleg elsődleges szempontunk, hogy ne csak hétvégénként üzemeljen, tehát ez a szezont a mai nappal elkezdjük, és valamikor szeptemberben szeretnénk zárni. Ez azt jelenti, hogy a vízi eszközök többsége az hétvégén elérhető lesz, hétköznapon pedig telefonhívásra tudunk előjegyzéseket fölvenni, csoportoknak, családoknak igény szerint biztosítani azt a lehetőséget, hogy minél többet töltsenek a vízen, a vízparton. A Nemzeti Szálloda üzemelteti a vendéglátóegységet, ők is szeptemberig nyitva lesznek hétvégén, minden hétvégén. Néhány rendezvény, amelynek össztartalma nem ismert, az júliusban lesz 2-3, amelyet a Nemzeti Szálloda szervez majd meg. Nyilván időjárás függvény az, hogy itt mi történik, illetve talán a nyár legnagyobb berettyóparti rendezvénye az a lampion úszatás és sárkányhajó verseny lesz augusztus 19-én és 20-án, amelyre szeretettel várunk mindenkit. De a hétköznapok során, ha minél többen jönnek, annál jobban erősítik bennünk azt az érzést, hogy érdemes ezzel a dologgal foglalkozni. És hogyha rátérünk a mai nap eseményeire, nagyon színes programokat állítottak össze, a kicsik és a nagyok is megtalálják a megfelelő programot a mai napon. Mit tudhatunk a program kínálatról? Hát nagyon jó hallani ebben a kérdésben megfogalmazott kritikát is. Hát igyekeztünk valóban. Mi elsődlegesen a gyermekekre és a családokra gondoltunk, de úgy gondoltuk, hogy minden korosztály számára megpróbálunk ma délutánra estére összehozni valamit. Nyilván a napközbeni történetek, a homokvárépítő versenytől a mazsoretteken keresztül az a gyerekeknek szól. Úgy gondoljuk, az itt eltöltött idő az összekovácsolja a családokat, baráti társaságokat. A nap fénypontjának mi úgy gondoljuk, hogy azért egy világszám érkezik Nagy Ákos személyében, aki önmagában egy rendkívül szimpatikus ember, erejét tekintve a világ élmezőjébe tartozik. Ebből próbál átadni nekünk valamit. Úgy gondoljuk, hogy a erőpróba az a vízparton ne érjen véget, úgyhogy megnézzük, ki lesz a legény a gáton, vagy mezőtúli legény lesz, vagy nem, de valami legény lesz a gáton, aki nyerni fog ezt a versenyt. Ákos fogja vezényelni az ő eszközeivel. Ennek a tartalmi részét egyrészt meglepetésnek szánjuk, egyrészt pedig a már tévében világversenyeken látott eszközök fognak itt szerepelni ezen a versenyen. Ami nyilván érinti a történetet, az pedig utána a humoré, tehát a rekeszizmok is meg lesznek mozgatva, este pedig meg lehet mozgatni a lábakat. A mezőtúri helyi kiváló DJ-k zenéjére, illetve este 10-kor jön Forrest, aki éjfélig adja a talpalávalót.